A történelemben egy év egy pillanat, de egy önkormányzat életébe sokkal többet jelent. Stúdió vendégünk Harag Péter, a Zuglói Fidesz és KDMP frakcióvezetője. Hogy értékeli ezt az egy évet? Kétfelé választanám ezt az egy, elmúlt egy év tevékenységét. Részben nekem frakcióvezetőként egy összértékelést célszerű nyújtanom, részben pedig, és ezt előtte megtenném a saját akár a választókörzetemben uh, található és ott élő polgárok felé is egy, 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 tájékoztatót adni. Illetve vannak szakmai feladatok is, amit, amit uh, ellátok, így ez a kulturális és egyházügyi tanácsnokság. A körzetemben, úgy érzem ez a legfontosabb az összes titulus közül, a körzetemben található ö, problémák azok ö, újból és újból ö, megismétlődő, általában az elmúlt egy év tükrében hasonló jellegű problémákkal találkozik egy képviselő én is. Ö, köztisztaság, közbiztonság, ezek, ezek rendszeresen visszatérő alkalmak. De január 28-a óta, amikor változtatási tilalmat vezettünk be az ugló területén, azaz felülvizsgáljuk, hogy a jövőben mit hova lehet építeni, és addig, addig ez az intézményeket leszámítva stop alatt van. Ezzel kapcsolatban is voltak lakossági észrevételek, hiszen egy olyan körzettel rendelkezem a tízes körzetben, ahol egy adria lakótelep és egy nagy kertes házas rész is található, azaz Jelen vannak lakótelepi problémák, és megtalálhatóak egy-egy a, a, a kertvárosi jellegű problémák. Mindig is ügyeltem arra, és egyébként frakciótársaimat is erre ösztönöztem, hogy mindenki velem együtt a lakó körzetében tartsa a fogadóóráját, hiszen a lakosnak munka után kényelmesebb így a képviselőjével tárgyalnia. Kény jobban el tudja mondani, több időt tud mind a képviselő, mind a polgár a képviselő felé. És, és nem utolsó sorban rendszeresen megjelenik a saját körzetében, hogyha nincs olyan szerencséje, hogy ott lakna. Én a Vezérúti, vezérútcai közveti megbízott irodában tartottam az elmúlt egy évben a, a fogadóóramat elődömnek a hagyományát folytatva, és, és hát az említett problémákon kívül az Adria lakótelepnek a, a közbiztonságát érintő térfigyelő kamerák lehetősége, mint mint megoldás merült föl. Még nem régen döntött a képviselőtestület arról, hogy a Bolgárkertész utcába telepít 13 kamerát, de jövőre lehetőség lesz az Adira hiszen a rendőrségi szakmai adatok alapján ott van nagyobb szükség a, a térfigyelésre. Az Adira telepnek egyébként a, a, a zegzugos felépítése és elrendezése miatt, és bizonyos, hála jó Istennek, sok fa van ott, ezért is szükséges, hogy ott a közbiztonságot egy, egy, egy minél előbbi kameratelepítéssel javítsuk. Napirenden van a, a polgármesteri hivatalban, a városüzemeltetési osztályon, és abszolút ö, nyitott kapukra találtam ez ügyben. Mind az adja sétánynak a, a a hiszen az egy, az egy 30-as lakópihenő övezetben található, és ennek az, ennek az övezetnek a fekvőrendőrös felújítása, hiszen a 20 éves fekvő beszélhetünk, ez, ennek az igénye már bent van a hivatalba, és hogyha jó tudom, akkor jóvá hagyták, tehát még idén a fő útvonalak felé ez a javítás megtörténhet fekvőrendőrök tekintetében. A, a tanácsnoki teendők mind a mellett, hogy össze, igyekszünk összefogni a kerület történelmi egyházainak lelkészeit, papjait, és, és igyekszünk egy közös kommunikációval közösen átgondolni évről évre azt a, azt a szerénynek mondható költséget, amit a templomukra és az odajáró közösségre, az uglói közösségre fordíthatnak. Rendezvény és téren több, több rendezvény köthető az én nevemhez is, illetve a, a Zoltán, a programmester úrra párhuzamosan is szerveztünk eseményeket. A mögöttünk található zugló talán egyik legékesebb ö, ö, épület, a Vajdahunyadvárnak az udvarában egy nagyon eredményes és sikeres zuglói nyári színházat bonyolítottunk. Egész zugló sikerült lakossági tájékoztató táblán értesíteni erről. Remélem, hogy sok zuglói megfordult, több mint 800 ember vett részt a zuglói nyári színházban. Igyekszünk ilyen ö, megfizethető kult Kulturális eseményekkel is szolgálni a jövő évben is. És hát a frakcióvezetés. A képviselőtestület előtti frakcióülésen megvitatandó, és a testületi ülésen is megvitatandó szakmai ügyet találkozunk, amiben mind hivatali ügyosztályok, mind pedig a vagyonkezelő is érintett, és hát a frakció az köztudottan arra predestinált, hogy a véleményeit ütköztesse. Házon belül, tehát, és utána egy egységes álláspontot képviseljen. Nagy az ellentét, vagy adódnak ellentétek frakción belül, hogy egészen másképpen ítélik meg egyesek, mondjuk az előterjesztéseket? Frakción belül polgármester úr nem régen úgy fogalmazott egy kihelyezett szekcióülésen, Tihanyban, hogy a nyár végén, hogy, hogy sajátos a frakciónak az összetétele, ezt abszolút osztom polgármester ugyanis a ideológiailag, és hát a nézetben nem is, de ideológiailag és, és neveltetésben számos különböző ember foglal helyet. Mind-mind egy olyan, egy olyan ö, vitát generál, ami, aminek bizonyos sajnos az elmúlt egyében nem voltunk ö, urai. Pedig hát a viták általában mindig előre visznek. Igen, abban az esetben, hogyha közös döntés van. Sajnos előfordult már az is, hogy frakcióülésen közösen döntöttünk valamit, hogy egy adott napi rendi pontban ö, mi, ezt, ö, mi ezt átviszük és az uglónak a 72%-os többségű, ez egy nagyon nagy felelősség, a 72%-os többségű Fidesz-KDNP frakciója X álláspontot fog képviselni egy-két módosítóval, le megegyeztünk, hogy mi az irányvonal, és előfordult, hogy bizony alpolgármesteri szinten utána, a, a, amit az adott alpolgármester képviselt, a testületi ülésen mégiscsak föltette. És ez esetben fordul elő a szétszavazás. De a tetejében ugye egy olyan probléma halmazzal is találkozunk, ami, ami nagyon különbözővé teszi a polgármesteri hivatal működését. A különböző ügyosztályok nagyon különböző eredményességgel működnek. Ezt a képviselői beszámolókból, hiszen egy évnél járunk, és bekérte minden képviselőtől egy beszámolót, egy, egy önkritikai és kritikai beszámolót, legyen az pozitív vagy negatív előjelű, mindent meghallgatunk, mindent összerakunk. És amikor bekértem ezt a beszámolót, most éppen a mai nap folyamán olvastam el a beérkezett kritikákat, bizony a lehető legkülönbözőbb módon ítélik meg az ügyosztályok működését. Zugló, lakosságán számára a legfontosabb az, hogy ezekből a, a, az ütköztetésekből, ezekből a, a, vitákból ne érezzenek semmit, hanem működj, menjen ez a szekér, menjen az ugló Én úgy gondoltam, hogy 20 év után, amikor átvesszük a, a, kormányzást és megkapjuk ezt a lehetőséget, legalább néhány hónap elteltével bizony, bizony sokkal eredményesebben tudjuk, tudjuk irányítani zugló hajóját meg kell, hogy mondjam, és ebben természetesen magamat is beleértem, sokkal nagyobb feladattal állunk szembe, mint ami, mint ami eddig rendelkezésünkre állt. Egy második hullámos, bocsánat, egy gondolat, második hullámos világgazdasági folyamat van. Ebbe zuglónak egy igen nehéz költségvetését, igen nagy hitelállományjal vetük át Mindemellett én úgy gondolom, hogy ennél jóval ügyesebben lehetne irányítani ezt a hajót, azon leszünk, és, és a, igyekszem, a, hiszen az Uluvezetésének az alappillérei azért a képviselők, és azon leszünk, hogy, hogy az eredményeket és a pozitív kritikákat azt, azt pont javunkra fordíthassuk, a negatív kritikából tanulva, a lehető leginkább bevetve a tudásunkat, és ösztönözve azokat a szakmai osztályokat, vagy éppen divíziókat, amik. Sajnos nem úgy működnek, ahogy az elvát lenne az uglói lakosok részéről. Azokat a képviselői munkai segítségével ö, esetleg ki tudjuk simítani ezeket a, ezeket a gödöröket. Egy kicsit visszatérve a, a képviselők felelősségére, az, hogy mindenki egyéni körzetben is képviselő valahol sokkal nagyobb a felelőssége a lakosság felé. Tehát ebből is adódhat az, hogy esetleg ő a frakció álláspontjával nem teljes mértékben ért egyet. Pozitívumot is megfogalmazok. Úgy gondolom, hogy ennek az elmúlt egy éves vezetési ciklusnak kifejezetten erőssége, kivétel nélkül a képviselőknek az aktivitása. Azt a visszajelzést kaptuk lakossági szinten, azt látom én is a frakciótagokon, hogy a képviselők sokkal aktívabban, sokkal nagyobb lendülettel Nyilván ez, ez társul az, hogy sok az új képviselő és, és kevés a megcsömörlés. Sokkal nagyobb lendülettel vesznek részt a munkában, mint a korábbi években a, a más, a korábbi képviselők, akik egyéni közöttel rendelkeznek. Én úgy látom, hogy gyakorlatilag, mint egyéni képviselők, lényegesen nagyobb pozitívumot tudnak felmutatni ez alatt az egy év alatt, mint ahogy esetleg ezt a frakcióban érzik. Ez egyértelmű, tehát a terepmunka, a képviselői aktivitás az, az nagyon jól tetten érhető, nagyon jól kimutatható, és erről statisztika is készíthető. Elégedett vagyok a, a képviselőkkel ilyen téren. Képviselő úr, nagyon-nagyon sokáig tudnánk ezekről a dolgokról beszélni, reméljük, hogy lesz is még rá alkalom. Köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdiónkba. Én köszönöm a meghívást.